2012-ben megalapítottam az iCatapult elnevezésű céget, amely kifejezetten közép-kelet-európai technológiai vállalkozások nemzetközi piacra jutatásával foglalkozott. Hármas feladatkört látott el. Az egyik része a feladatnak a képzés volt, hiszen vállalkozókat képezni kell még ma Magyarországon. A másik része a finanszírozás volt, hogy el tudjanak indulni a vállalkozások. A harmadik része pedig a szó szerinti piacra juttatás. Ez alatt azt értsük, hogy a nemzetközi piacokra, attól függően persze, hogy melyik cégnek hol volt a célpiaca, mi szó szerint elvittük őket. Nem csak, hogy elmentünk velük New Yorkba, illetve a nyugati partra Kaliforniába, hanem szó szerint elmentünk velük partnerekhez, üzleti, potenciális üzleti üzlettársakhoz, befektetőkhöz, angyalbefektetőkhöz, és ott igazából tényleg a mély vízben tanulták meg, hogy hogyan kell helytállni egy ilyen tárgyalássorozat során. Ez tartott egészen 2015 elejéig, amikor az iCatapult az gyakorlatilag teljes egészében az úgynevezett gazella finanszírozási rendszerbe tagozódott be, és akkor én ezt átadtam, ezt a céget egy kollégának. Azóta pedig azzal foglalkozom, hogy hozzátok hasonló fiatal induló vállalkozókkal, vagy kevésbé fiatal, de induló vállalkozókkal dolgozom, segítem az ő piacra jutásukat, illetve talán abban is tudok segíteni, hogy hogyan tudnak tőkéhez jutni. No, hát röviden ez a teljes hosszú életút, és igazából engem arra kértek, hogy ebből fakadó tanulságokról beszéljek. Az egyik nagyon fontos kezdeti tanulság az életutam során az éppen a Cornell Egyetemen volt. Ott ugyanis, és ezt azoknak mondom közületek, akik viszonylag fiatalabbak, tehát az egyetemi évek alatt utólag is látva a legfontosabb része a tapasztalatnak az volt, hogy megtanultunk ott tanulni. Ez egy nagyon fontos és érdekes megközelítés szerintem, ugyanis nem az a tárgyi tudás volt a lényeges a Cornell Egyetem idejében, az alatt az 5 év alatt, amit megtanultunk, hanem azok az emberi kapcsolatok, azok az együttműködési készségek voltak igazából fontosak, amelyek ott jellemezték a mindennapokat. Ez Magyarországon tipikusan hiányzik, de én erre mindenképpen felhívnám a figyelmeteket, hogy ha még esetleg egyetemre jártok, vagy az egyetemi évek még közel vannak, hogy ezeket a kapcsolatokat fellevenítve nagyon sok komoly üzleti kapcsolatot lehet építeni. Ahogy említettem az előbb, ugye a Cornell után közvetlenül következtek a Lehman évek, ez 5 év volt, és rögtön az elején volt egy nagyon tanulságos eset az életemben. Ez 98-ban volt, amikor én besétáltam a Lehman Brothers épületébe először. Hát ugye azért a világ egyik legnagyobb befektetési bankja volt akkor a Lehman. Én pedig hát meglehetősen nagyot gondoltam magamról akkoriban még, és nagyon boldogan elfoglaltam a helyemet a Lehman színeiben, és rögtön az első napon kaptam egy ügyet. És az az ügy, szállodafinanszírozó voltam, ez az ügy az egyik legnagyobb New Yorki szálloda volt, borzasztóan meg voltam magamtól hatódva, hogy én a legnagyobb New Yorki szállodán dolgozom, 225 millió dolláros eszközérték volt, ami hát meglehetősen nagy még New Yorki léptékek szerint is. És elkezdtem megnézni azt, hogy mit kell tudni erről a szállodáról, és nyilván az első dolog, amit egy szállod esetében finanszírozóként megnéz az ember, az, hogy ki a tulajdonos. És hát a tulajdonoshoz az volt írva, hogy Brunei szultánja a tulajdonos. Ezt nem tudom, mennyire ismeritek a történelmet, de 98-ban ez az úriember volt a világ leggazdagabb embere. Ugye, mint finanszírozó, az egyik elsődleges feladata a finanszírozónak az, hogy felmérje, hogy az, akinek kölcsönt fog adni, tehát finanszírozni fog, pénzt fog adni, annak mekkora a hitelképessége. Hát itt egy viccet éreztem a dologban, hogy lehet, hogy a kollégák engem meg akarnak viccelni rögtön az első napomon, hogy a világ leggazdagabb emberére futtassak már le egy credit checket, egy hitelminősítést. Úgyhogy egy kicsit vacilláltam, hogy most mi lenne a teendő. Ugye azért is neveztem ezt a szlájdon, igen, az a szlájdon, amit én is hiszek. Szóval azért neveztem ezt Forbes testnek, hogy a Forbes listán abban az évben ő volt az első. És ugye hát Újpalotáról indult, meglehetősen szegény sorból érkező fiatal emberként, én nem gondoltam, hogy én lennék az, aki a hitelminősítését szeretném elvégezni a világ leggazdagabb emberének. És így rögtön első nap bementem a alelnökhöz, hogy akkor én ezt talán nem tenném meg, mert nem akarom nevetségesé tenni a Lehman-t. Mert hogy nyilván a cég is meglehetősen
hírbe kerülni emiatt. És egy nagyon, nagyon emlékezetes pillanat volt, ugye mindenkinek vannak ilyen élmények az életében, hogy az alelnök föl se nézett a komputeréből, csak annyit mondott, hogy tedd, amit tenned kell. Ezt nem tudtam hirtelen hova tenni. Ugye arra az állásra, amiben én akkor éppen voltam, arra 1000-en pályáztak, úgyhogy gondoltam, hogy jobb megbecsülni ezt az állást. Úgyhogy felhívtam a Brunei szultányának az irodáját, és elmondtam nekik azt, hogy én szeretnék egy hitelminősítést futtatni a szultánon. Hosszas csend volt a telefonban, azt gondolom nem kell ecsetelni, és utána pedig nagyon ékes angolsággal beszélő ügyvéd mondta el nekem azt, hogy ilyen kérés még nem érkezett, de hát helyén fogják kezelni a kérésemet, és megfontolják. Hát úgy éreztem, hogy valamit elértem. Utána pedig érkezett egy levél, hogy nem tudnak a segítségemre lenni, ugyanis annak az adott szállodának a tulajdonosa, akiről ugye a szobaforgó szállodának a tulajdonosa, az nem a Brunei szultánja, hanem a Brunei szultányának az öccse. Hoppá, mindjárt más volt a gyereknek a fekvése. Most rövidre szabom a hosszú, meglehetősen hosszadalmas történetet. Kiderült, hogy ez egy trükk volt a Brunei szultánya öccsétől, hogy a szultán nevét nevezte meg, illetve az irodáját nevezte meg az adós rubrikába, ugyanis ő maga már akkor csődeljárás alatt volt Bruneiben, ami természetesen nem volt teljesen nyilvánvaló Amerikában. Úgyhogy megérte lefuttatni ezt a bizonyos kreditcsekket, és ez igazából az egyik ilyen lecke, ami azóta is elkísér engem. Tudjuk-e, vagy gondoljuk-e azt az adott tényt valakiről, valamiről, saját magunkról, az üzletünkről? Tehát mindenféleképpen arra célszerű támaszkodni csak, amit tudunk, és nem pedig azt, amiről hisszük, hogy úgy van. De az első évben az ügyfélkör az csak hallgatott, és nem reagált. Nagyon-nagyon picit. Eljártunk számtalan hasonló eseményre, mondjuk ott 200-an voltak, nyilván 65 év feletti nyugdíjasok, mivel az életjáradék terméknek tipikusan a 65 év felettiek az ügyfélköre. Mindenki ott volt, mindenki tapsolt, mindenki nagyon jól érezte magát, és utána hazamentek. Mi csak mondtuk, hogy mik az előnyei a terméknek, miért jó, számtalan okot soroltunk fel, 717 szlájdos prezentációt tartottunk, és valahogy nem ment a biznisz. Biztos láttátok a tévét akkoriban, hát elég sok ilyen reklám volt. Nyomtuk a reklámot a tévében, a rádióban, az újságokban, és nem működött. És akkor egy ilyen válságtanácskozást tartottunk már az első évnek a második felében, hogy valamit kell csinálni, mert lehet, hogy nem jó a termék, tehát ez nem is kell. Ez egy eléggé kritikus időszak volt, már elköltöttünk akkor 170 millió forintot reklámra, ami egy kis cégnél azért eléggé sok. Hála Istennek bőven volt akkor finanszírozás, hála Istennek, hiszen akkor nem kellett más megoldás után nézni, de azért már mindenkinek viszketett a tenyere, hogy lehet az, hogy 170 millió elment, és nincsen még ennek nem indultak meg még a szerződéskötések. Most visszatért, egy ilyen tanácskozás után visszamentem az irodámba, és láttam, hogy egy üzenet van az üzenetrögzítőmön. És kiderült, hogy egy olyan 64 éves hölgy hagyta az üzenetet, akivel akkor már több hónapja beszélgettem, hogy hát, ha esetleg el tudna kezdeni dolgozni az életjáradéknak a színeiben, és ő hagyott egy üzenetet, hogy ott volt a legutóbbi előadás sorozatunkon, és el szeretné mondani nekünk, hogy mi a baj velünk. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy végre valaki el akarja mondani, mi a baj. Úgyhogy behívtam a hölgyet, és röviden, nagyon röviden elmondta, hogy Imre, a fő probléma az, hogy ez az ügyfélkör, a 65 év feletti embereknek az ügyfélköre, ez nem érti magát. Tehát maga ott fönt áll a színpadon, vagy a pulpituson, öltönybe, ingbe, Amerikából jött vissza, hát meglehetősen mindenféle gondolataik lehetnek az embereknek, és lehet, hogy nem feltétlenül arra figyelnek, és nem olyan sebességre figyelnek, mint ahogy maga beszél. Sokkal egyszerűbben kellene ezt elmondani, és nem magának. Úgyhogy ezt úgy hát persze hirtelen megsértődtem, ahogy az első reakció az embernek. Aztán másnap újra találkoztunk, és mondtam, hogy jó, akkor legközelebb mindenképpen jöjjön el, és ő mondja el az előadást. Hát egy hosszú történetet megint nagyon rövidre szabva, Erzsébet, hiszen ez volt a hölgynek a neve, Erzsébet egy nagyon rövid prezentációt tartott, negyed órásat, mert azt mondta, hogy a második felében a prezentációjának szeretné begyűjteni a neveket, úgyhogy gyakorlatilag 45 percet azzal töltött, hogy fölirogatta az embereknek a nevét, akik jelentkeztek. Erzsébet lett az egyik legsikeresebb üzletkötője a cégnek, a második év végére másfél milliárdnyi ingatlant
másfél milliárd forint értékű ingatlant szerződött le ő, annak ellenére, hogy egyáltalán semmiféle pénzügyi értékesítési múltja nem volt. Gyakorlatilag egy művész ember volt, aki részkarcokat csinált, illetve különböző művészeti programokon vett részt. Igazából a dolognak az üzenete micsoda? Ő értette az ügyfélkört, ő meghallotta a hangjukat, ő értette, hogy mik azok a reakciók, amikre mi nem voltunk, én nem voltam akkor éppen kihegyezve, ő érzékelte ezeket a jelzéseket. Annyira bejött Erzsébetnek az a fajta magatartás, hogy nem csak hogy felvettem, hanem minden igazgatósági ülésen ott volt Erzsébet, és az volt a szabály, ez egy ilyen kis vicces dolog volt, hogy amikor bárki bármilyen javaslattal élt, hogy mit kellene csinálni az életjáradék cégnek, akkor mindig odafordultunk Erzsébethez, hogy érti-e. És hogyha értette, akkor van értelme megcsinálni. Ha nem értette, akkor hagyjuk is. Tehát ha az ügyfélkör nem érti, akkor nem fog működni. És röviden igazából ennek is azt lehet mondani, hogy az egymondatos tanulsága ennek az esetnek az az, hogy van olyan eset, amikor fel tudod venni a saját ügyfeledet, vagy nagyon-nagyon közel tudsz kerülni a saját ügyfeledhez, és ez egy rendkívül előnyös dolog, ugyanis mindig folyamatosan elsődleges információkat kapsz vissza az ügyfélkörtől, nem pedig gyakorlatilag egy ilyen áttételeken keresztüli kommunikációt kell megvalósítani, amit sajnos a legtöbben csinálnak. Szinte minden vállalkozás előnyt tud kovácsolni abból, hogyha hatékonyan használja fel a jelenleg rendelkezésére álló internetes eszközöket, azokat az innovációkat, amik gyakorlatilag uralják ezt a világot. Azokat az embereket is, tehát azok az emberek, akiknek igazából nagyon tájékozottnak kellene lenniük az internetes technikák és eszközök vonatkozásában, azt tudom mondani, hogy körülbelül a rendelkezésre álló eszközöknek a 60-70%-át nem ismerik. Azok, akik pedig laikusok, tehát soha nem dolgoztak még az internettel, azok pedig szinte nullát ismernek ebből. Nagyon sok lehetőség van, amit egyszerűen azért nem tudnak még az emberek, mert nem tájékoztatták róla őket, mivel egy, ahogy mondani szokták ezt az informatikusok, egy filter buborékban él az internet világa még. Aki benne van, az nagyon sok mindenről tud, aki éppen, hogy nincsen benne, az még szinte már semmiről. Tehát pont van egy nagyon éles határvonal. Amit tanulságként erről az elmúlt három évről el fogok mondani, az szerintem a következő három évetekre nagyon fontos hatással tud lenni. Nagyon fontos szerintem elgondolkodni rajta, és a magatokévá tenni, függetlenül attól, hogy éppen cukrászdát akartok nyitni, csavargyárat akartok alapítani, vagy éppen egy internetes vállalkozással akartok foglalkozni. Az internet már mindenhol ott van, és mindent radikálisan felgyorsít, mindenféle folyamatot, üzleti folyamatot és cégműködést radikálisan felgyorsít, és radikálisan transzparensé átláthatóvá tesz. Tehát azok a problémák, amelyek jelenleg még, vagy elmúlt időszakban még gyakran nem látszottak, és nagyon nehezen lehetett kideríteni egy adott területről, hogy miért működik lassabban, nehézkesebben, az most már szinte real time, szinte azonnal meg kideríthető, mivel olyan eszközök állnak rendelkezésre. Úgyhogy elmondanék néhány tanulságot erről, amelyek, ahogy mondtam, tehát univerzális érvényűek. Hát először is a fő tanulság az, hogyha vállalkozni akartok, ezzel nagyon sokszor fogtok találkozni, vagy nem találkoztok már most is, hogy úgyse sikerül bármilyen ötletbe, bármilyen vállalkozásba, projektbe akartok belevágni. Van egy elég nagy tömeg a világban, aki azt fogja mondani, hogy úgyse fog sikerülni. Én még úgy nem csináltam vállalkozást, hogy nem mondta volna legalább 90% az embereknek azt, hogy úgyse sikerül, ne hallgassatok rájuk. Ők azok, akik az első vevők lesznek majd, amikor létrehozzátok a terméketeket, vagy pedig azok, akik azt mondják, hogy milyen szép sikereid vannak, nem akarsz-e kölcsön adni. Úgyhogy ezekkel a hangokkal nem kell foglalkozni. Én magam általában azt szoktam mondani, hogy ha valamire azt mondják, hogy úgyse sikerül, ott valami van, mert attól nagyon sokan próbálnak akkor elfordulni. Én arra buzdítalak titeket, hogy ne hallgassatok ezekre a hangokra. A másik, ami nagyon fontos, egy ilyen összefoglaló mondat igazából, hogy az üzleti logika, ami jelenleg ural mindent, hát hogy a sajtót megnézitek, olvassátok a szinte naponta megjelenő híreket, ott minden az ötlet nagyszerűség és az ötlet nagysága köré van szőve. Ezzel nincs is semmi baj, hogyha az ötlet egy nagyon mély piacismereten alapul, de általában nem. Tehát nagyon sokszor olyan ötleteket karolnak fel fiatalok, és kezdenek el vele foglalkozni,
amelyről semmilyen elképzelésük nincsen. Tehát az igazi mozgatórugókról, az igazi dinamikákról, amelyek azt az adott ötletet életképessé tennék, azzal nincsenek tisztában. Úgyhogy én ezt a megoldási sorrendet javaslom mindenkinek észbe tartani. Tehát mindenféleképpen a piaccal kell kezdeni. Ha a piacot ismered, onnantól kezdve szinte mindent ismersz. A piacnak a problémáit, a piacnak a lehetőségeit, és a piacnak a jövőképét nagyon fontos magadévá tenni. Minél közelebb vagy az ügyfélkörhöz, az elsődleges ügyfélkörhöz, ahhoz, aki ténylegesen a döntéseket hozza, annál jobb lesz valószínűleg az ötlet, és annál könnyebben fogod tudni megvalósítani. Először a piaci lehetőség felmérése, másodiknak a hatékony megoldás prototipizálása. Egy nagyon egyszerű prototípus, egy nagyon egyszerű elsődleges minta, ezt hívják ugye MVP-nek a Lean metodológia keretein belül, egy nagyon-nagyon kezdetleges megoldást, amivel le tudod tesztelni, hogy annak az adott ügyfélkörnek ténylegesen van-e arra a probléma megoldásra igénye, és hogyha van, akkor azt te mennyire találtad el. Ezt iterációkon keresztül, tehát folyamatos változtatásokon keresztül lehet finomítani, egészen addig a pontig, hogy ők hívnak fel téged, hogy nekik kell ez az adott megoldás, kell ez az adott termék. Ezt a pontot kell minél hamarabb elérni, tehát hogy az ügyfélkör az nem csak azt mondja, hogy igen, rendben van, oké, tetszik az adott termék, vagy elhangzik az a szó, amelyik önmaga ellentétét jelenti. Nem tudom, tudjátok-e, melyik az ebben a kontextusban. Érdekes. Tehát amikor előadsz egy ötletet, és akkor a hallgatóság azt mondja, érdekes. Hát az azt jelenti, hogy nem érdekes. Ugyanis akkor, amikor valakinek pontosan bejön egy ötlet, amikor azt mondja, hogy erre az ötletre ténylegesen szükség lesz, akkor azt fogja mondani, hogy ezt hol lehet letölteni, ezt hol lehet megnézni, ezt hol lehet megvenni, és hadd legyek az első között, aki ezt tudja használni. Nagyon ritkán jön el ez a pillanat, de ha eljön, akkor vállalkozók vagytok. Tehát akkor ott a célkeresztet eltaláltátok. És harmadik sorba gondoljatok a tőkére, és gondoljatok az együttműködő partnerekre. Ezt azért mondom ebben a sorrendben, mert nagyon sokszor a tőkével szédítjük meg magunkat, mi vállalkozók. Hogy a tőkére van szükség, mert mi olyan zseniálisak vagyunk, hogy úgyis meg tudjuk csinálni a világ legjobb egérfogóját, meg a világ legjobb anyacsavarát. Nem így van. Először azzal foglalkozzunk, hogy legyen egy olyan megoldásunk, amely egy valós problémát vagy igényt elégít ki. Utána menjünk a pénz után. Megsúgom különben, hogyha ebben a sorrendben csináljátok, először csináljátok meg a világ legfinomabb süteményét, vagy a világ legjobb anyacsavarját, a befektető úgy is jön. Sokkal több befektető van, mint gondolnátok, és sokkal többen figyelik azt, hogy kik azok, akiknek a tevékenysége már valós piaci validációval találkozott. Akiknek ráugranak a termékére, és akarják folyamatosan. Amikor elértek erre a pontra, akkor úgy is látjátok, hogy vagy nagyon fogékonyak lesznek a befektetők, vagy pedig ők hívnak fel titeket. Ez történt a Prezi esetében, ez történt a Ustream esetében, ez történt a Navengónál, tehát ez egy tipikus útvonal. Viszont ami tipikusan előfordul fiatal vállalkozók jelentkezésénél, az, amikor megkérdezzük, hogy jó, mennyi pénz kell, mert azt szokták mondani, általában kerek számot mondanak, hogy 100 millió forint mondjuk. És akkor ilyen rövid csend, jó, és hogyha 99 millió, akkor az elég lesz-e? És akkor persze mindig az, hát persze, az is jó, és mire költenéd a pénzt? Általában a válaszoknak a nagy többsége az, hogy 80%-a vagy tartalék, 20% pedig fejlesztés, vagy pedig 80% marketing és sales, és 20% pedig fejlesztés. Na most a marketingre a világ egyik legjobb és leghitelesebb befektetőinek van egy nagyon érdekes mondása, hogy a marketing az adó, amit azért fizetünk, mert nem tudjuk, hogy hol van az ügyfelünk, és nem tudjuk, hogy hogyan érjük el. Nem kell feltétlenül elfogadni ezt igazságként. Ugyanis sok olyan vállalkozást ismerünk, amelyik konkrétan nulla marketinggel nagyon-nagyon közel tudott kerülni az ügyfélköréhöz. Ez munkás, ez nem szexi, ez tényleg nem egy jó dolog. Nagyon sokszor kap az ember pofont, ugye a Mike Tysonnak a mondása szokott ide rímelni, hogy ugye mindenkinek van egy terve, amíg nem kap egy pofont, és onnantól kezdve az egész menet már másképp néz ki. Nagyon sokszor a marketing mögé bújik a vállalkozó. Igazából ez egy kifogás, hogy miért nem működik valami. Az egy kifogás, hogy majd a marketing megold mindent. A marketing soha nem oldja meg. A marketing akkor kell, amikor már tudja, hogy mi az, amit végre akar hajtani, és azt szeretné még nagyobb skálában terjeszteni. Akkor kell marketing. De az induló fázisban, a kezdeti fázisban a marketing elfedi ezeket a problémákat, és nem veszi észre, hogy az, amivel ő akar foglalkozni, arra nincsen szüksége senkinek.
Sajnos nagyon sok olyan termék van, most nyilván én elsősorban internetes termékekről beszélek, sajnos nagyon sok olyan termék van, ami ingyen se kell az embereknek. Ezzel szerintem mindnyáján itt így vagyunk, láttunk már 1000 ilyen terméket az interneten, ingyen volt, mégse használjuk. Az gyakorlatilag egy kudarc annak a vállalkozónak, aki azt a terméket létrehozta. Egy olyan kudarc, amit el tudott volna kerülni azzal, hogyha megfelelő módon megkeresi a piacát, vagy a piacnak egy reprezentatív mintáját, és meghallgatja őket, hogy mit gondolnak egyrészt a termékről, a termékkel kapcsolatos értékajánlatról, hogy mi az, amit ő szeretne eladni nekik, illetve hogy ők hogyan gondolkodnak arról a viselkedési körről, arról a szegmensről, arról az élethelyzetről vagy üzleti helyzetről, amiben annak az adott terméknek működnie kellene. Tehát nagyon, nagyon sokszor mondok egy példát, jó? Fiatal csapat, 5 fiú jönnek, kitalálták egy nagyon-nagyon jó applikációt. Mondom, oké, miről szól az applikáció?